Battlegrounds Revenge Coming Tomorrow. Ugye új Battlegrounds frissítés jön, és most ezt a videót nem fogom megnézni, de hogy kapunk egy új kulcsszót, ami úgy gondolom, hogy ez, tehát igen, látszik, ez Battlegrounds specifikus, ez egyébként tök jó. Azt mondja, csinál valamit, miután valamennyi darab lény meghal. Ez elég jónak tűnik. A 3-tól 9-ig a köröknek a hossza 5 másodperce hosszabb lett. Ez jó. És hogy ezekből még a jövőben valószínűleg fogják még finom hangolni. A Dark Moon Prizes ki lett kapcsolva, szomorú. És hát, hogy ki lesz kapcsolva, a jövő időben kell veszem, ez ugye 31-én. Hogy van? Igen, tehát a 21.2-es patch-el fog érkezni, az meg szerintem holnap. Igen, hol tartottunk? Szóval, igen, addig nem lehet 15-nél többet kapni, amíg az egyik játékos ki nem esik. Ez mondjuk elég érdekes, ez egyébként tökre tetszetős. És ez még egy érdekesebb dolog, hogy ez nem akkor történik, hanem ez csak a recruit fázisnál van. Tehát, hogyha valaki conceal, disconnectel, vagy meghal, mondjuk a Fret Weaverből, vagy a Vulgar Homunculusból, akkor ez nem számít. Igen, azt mondja, hogy a Battleground perkes játékosoknak nagyobb valószínűséggel fognak érkezni az új hősök. Ez aljas, de mégiscsak üzlet. Jó. Új játékos, vagy hát új hősök. Master Nguyen. Igen, azt mondja, hogy minden egyes kör elején két új hős képességből választhat. Hát. Végül is azt mondjuk, hogy Phil jó volt. Mondjuk az, hogy körönként választ. Kérdés, hogy kell-e változtatnom? Vagy azt mondhatom, hogy én nem akarok változtatni. Ez mondjuk nekem egy nagy kérdés. Hogyha meg lehet azt csinálni, hogy egyébként megtaláltam a jót, köszi, és nem változik feltétlenül, akkor rendben vagyok vele. Ha mindenképpen változtatni kell, akkor azt szerintem nem annyira vicces, mert van nagyon sok szar Hero Power. Oké, Kerry Roam. Conviction lesz a Hero Power-je, milyen meglepő. Azt, hogy adjunk egy véletlenszerű baráti lénynek 1+1-et. És többen tier 3-on fog változni. Ez azt jelenti, hogy 3 baráti lénynek adjunk 1+1-et. És 5-ön fog változni az, hogy 5 baráti lénynek adjunk 1+1-et. És akkor utána ez azt jelenti, hogy Tavern Tier például 6-tól folyamatosan ugyanezt fogja adni. Köszönöm, rossz. Na és akkor új lények. Leapfrogger. 2-3-3-as Beast. És az a detretője, hogy baráti Beastnek 2+2-t ad, és ezt a detretölt. Végtelen Beast buffolás. Na jó, valószínűleg nem végtelen, de hogy azért... azért ezt a vizével Barra Rivendell-lel vicces lenne összehozni. Bár ez inkább egy... Hát mondjuk... Nem tudom. Na mindegy. De ez érdekes hangzik. Lehet végtelen, vagy közel végtelen dekket csinálni vele a Shadowrock-kal. Mert ugye ő képes másolni dolgokat, nem? Ja, de az meg Battlecry. Mert milyen jó lett volna rátenni a patkányra. És amikor a patkányok így egymást másolják, és mindegyik patkányból jönnek még további patkányok, és csak nőnek a patkányok, így az de jó lett volna. Na nézzük ezt a patkányt. Azt mondja, hogy a 2-3-2-es, vagy a 2-3-2-es, és idéző 2-3-as teknőst taunta, az nem rossz. Egyébként nem rossz.
Bird Buddy. Hát ő a madarak barátja. Azt mondja, hogy ha meghal egy lény, ugye az Avenger egy azt jelenti, akkor a beastjeinknek egy plusz egyet ad. Az Avenger egy kérdésem van, csak hogy ő beleszámít-e. Baronnal jó lesz? Majd meglátjuk, hogy baronnal jó lesz. Szerintem Dragon félre beszélt. Tehát nem hősöket lehet venni, hanem bartendereket, ő erre gondolt. Remaining Rattle. Meg ugye ő a constructed hősökre gondoltam, a Battlegrounds-osokra. Constructed hősök egy kicsit másképpen működnek. Úgy megy a másik videóm is, csak és nem tudom leállítani. Megy a másik kamerám. Két kamera néz rám. Elég creepy. Na mindegy. Be tudnám kapcsolni, és akkor kétszer látszanék. Jó. Renemating Rattler, azt mondja, 4 mana, 6-2, és egy baráti lény, baráti beastnek reborn-t ad. Wow. Wow. Önmagában nyilván hurka, de megvannak a megfelelő deckekre. Alakul egy új biztos archetípus. Bár nem tudom, miért játszanál azzal, hogyha játszhatsz ilyen izés, alfás, akármivel. Mindegy. Revenge and the Death Rattle given other friendly beast 6 plusz 6, és ez még 12 plusz 12-t ad. Haló? Haló? Egy négyözös test, és így miket csinál? Hát nem lesznek kicsik a bíztek, ezt el kell, hogy mondjam. Oké, okay, démonok. Egy mana, kettő-kettes démon, az nem tűnik rossznak. Adjuk ennek a lénynek a maximális HP-et egy baráti lénynek. Jó, nem permanensen adja, ugye, hanem csak matchben, de azért ez is elég jó. Aiki Imp, egy mana egy-egy, és az a deathrattle, hogy kettő darab egy-egyes impet idéz. Szóval mind a kettő az kötelező pick lesz első kör, vagy ha meglátjuk. Valószínű ugye ő inkább, de azért ez se rossz. És egyébként a statok is jók, tehát hogy az azért a 4 HP-t adja oda kétszer. Ez a trickster ez elég erős szerintem. De mindkettő frankó. Impatient Doomsayer, hát türelmetlen a srác. Azt mondja, hogy ha meghalt 3-4, akkor egy random démont ad a kezünkbe. Wow. Jó. Katra Natir. Egy tier 4-es démon. Azt mondja, hogy a démonja 23 támadása lesz, és a hősünk immun is. Hát gyakorlatilag akkor ő lesz az új keresem a megfelelő szót, de az új teknős, de hát látszanak is a szarvai meg minden. I am Mal'Ganis, I am a Turtle. Na hát most ő lesz az új Mal'Ganis. Igen, azt mondja, hogy miután kijátszunk egy démont, consume a minion in Bob's Tavern to gain its stats. Wow. Tehát, hogy miután kijátszunk egy démont, egy lénynek így elszívja az erejét a Bob Tavernjéből, és az összes tartját begyűjti. Az aranyban pedig kétszer? Nem. Nem két lényt, hanem egy lényt, és kétszer adja hozzá statjait. Ez elég erős. Na, felvet mit csinál? Azt mondja, kör végén mindegy baráti démon egy más a Bob Tavernjéből elszipkázza egy lénynek a statjait. Érdekes, érdekes. Eléggé fognak hízni ezek a démonok, én azt látom. Oké, mit csinálnak majd a mechek? Egy van a 2-1-es pupbot. Ez milyen aranyos. Na, megérkezett a cuki kutya. Nézzétek már meg. Majd a hangjára lesz a kíváncsi. Mehanó tank, 4-en. Ha meghal két lény, akkor 6-ot sebez a legnagyobb HP-s ellenfél lénynek. Elég jó célozható. Oké. Grease bot, vagyis hát ő maga a zsírozó bot.
Miután egy baráti lény elveszíti a divány shieldjét, adjunk neki 2-1-et permanensen. Ez mondjuk tetszik, ezzel játszani kell. Holly Meherel. Azt mondja, hogy miután egy baráti lény elveszi a divány shieldjét, legyen a divány shieldje. Ugyanaz az arany képessége, csak a statja több. Jó. Oké, Omega Buster. Azt mondja, az a detretője, hogy 6 darab 1-1-es mikrobotot idéz, és ha nem férnek ki, akkor a mechéinknek egy plusz egyet. Wow. Wow. Ez elég érdekes. Na nézzük a murlockokat, mert nyilván ott vagyunk a legkíváncsibbak a dolgokra. De ez is nagyon tetszik. Ez. Ugye nem volt AOE buffolásunk mechként, csak kivéve a támadást, most azért van. Oké, murlockok. Honcsó, azt mondja. Miután kijátszunk egy murlockot, másik két baráti, tehát ez fontos, másik két baráti murlocknak plusz egy HP-t adunk. Ez szerintem elég jó. Ja. Miért Malganis kiszedik? Ebben még nem vagyok biztos, tehát én arra várok, hogy itt most végigmegyünk, és akkor a végén majd lesz valami üzenet, hogy hát, és a nagy cuccoktól meg el lehet búcsúzni, meglátjuk, hogy mi lesz a végére. Jó, én még nem tudom. Én most egyelőre kivárom, nem akartam előre rohanni, hogy íze megnézzem. Itt ez elég sok rework van. De várjuk ki. Várjuk ki, szóval murlockok, honcsó, megnéztük. Svolfin. Az a Battlecry 2 plusz 1-et gyűjt, tehát 2 plusz 1-et nő minden egyes baráti murlock után. Ez 3 és szerintem nem olyan rossz. Vagy mit tudnak a 3-as murlockok? Ugye az a baj, hogy ilyen még nem volt, mert a murlockoknál ugye az volt, hogy buffoltál, eladtad és nagyon jó volt. Ezt viszont, ebből viszont akart csinálni egy arannyal, egy hatalmasat. Ez kicsit ilyen anti-szinergia szerintem. Ugyanakkor tetszik, tehát hogy, hát na. Miután meghal 3 lényünk, egy baráti murlocknak permanens mérgezést ad. Ez jó, mert akkor nem kell a kis murlockat keresni, hanem elvileg ő is jó lehet. Az a battlecry-ja, hogy egy murlockot aranyjá tesz. És ez feltétlenül jó amúgy. Tehát, hogy begyűjti a nagyok lesz a statjai, meg innen, de hogy amúgy... Nem tudom. Jó, nézzük a sárkányokat, erre majd megkapjuk a választ. Egy van egy 3-as sárkány, azért mekkora jó statok már. Miután Tavontirt frissítünk, megduplázódik a támadása. Wow! Tehát első körben 1-3, már nem biztos, hogy kikapsz. És a második körben pedig ő már 2-3 lesz. Aztán utána 4-3. Jó. Na, azt mondja, hogy a Velp Smuggler. Hát igen, ő a sárkány csempészünk. Jó, miután egy baráti sárkány támadást gyűjt, adjunk neki 2 HP-t. Mekkora szinergiák már így együtt? Jó. Bár nem annyira szerettük a nem sárkányos szinergizel lapokat, de hát azért na. Egy drop és egy 2 drop. Oké. Taregosa. Hát ez ilyen kis... Mindegy. This permanently keeps enchantments from combat. Tehát, hogy ő megtartja az összes buffolást, amit kap a harc során. Az nem annyira rossz. Tehát most gondoljunk bele, hogy ez Divine Shield-et kap, aztán azt mondja, hogy akkor nekem egész játékban Divine Shield nem van. Jó. Tetszetős. Prized Promo Drake. A harc kezdetén a baráti lények, és lények nem sárkányok, tehát a baráti lények 1 plusz 1-et kapnak minden egyes baráti sárkány után. Ez jó. Szerintem jó. Igen, 4-es tírben korábban ilyen Divine Shield-es szutykok voltak, most hát ez nem tudja az alap 4-es tírben, nem a Dragon Build-ben. Ezt szerintem keresni kell a Dragon Build-ben. Jó, a Pyrosz. Pón. Na kíváncsi vagyok, mit fog égetni. Miután egy baráti sárkány támad, 3-as sebez a célpontjának. Tehát divány séleket fog prokkolni. De várjál,
whenever, tehát hogy előtte és nem utána. Tehát, hogy a Divine Shield-eket, ú, basszus. Hát, Divine Shield-ek megölője. Ő konkrétan a Divine Shield gyilkos. Nem olyan rossz. Oké, pirációsok, ami a legjobban érdekel minket. Defiant Shipwright. Miután Tavern-t fejlesztettünk, adjunk egy baráti kalózt a Bob Tavernjéhez. Nem rossz, de hogy így ezért kiveszed, mondjuk 2 van a 3-4, és statjai jók a kettes tírben, csak lassú maga a képesség szerintem. De úgy frankó. Ugye vannak hősök, amik ezt tudják Hero Powerből, és a kalózoknak mindig az a gondot, hogy nem férsz el, mert annyi kalózod van, hogy egyszerűen hihetetlen. Neki ne, hosszú távon nem lesz neki hely. Rövid távon jó, mert meg tudod találni azokat a kalózokat, amiért majd őt eladod. És az a gond ugye, hogy, hogy ez csak upgrade core van. Tehát nem frissítés core, hanem upgrade core. Ami azért a ez fejlesztés core. Oké, a bootlegger azt mondja, hogy a kör végén, mint a körünk végén, hogyha van még egy kalózunk, akkor egy aranykoint ad a kezünkbe. Ó. Ez kicsit olyan, mint a Hungry Dragon. Tehát statra is, képességre mondjuk nem, mert azért, ha, hogyha az elkezd menni, akkor az nagyot megy, de jó. Jó. Peggy Brittlebone azt mondja, hogy a miután lapot kapunk a kezünkbe, és ez vonatkozik ugye coinra is, meg minden másra, gondolok, hogy ha lennének még bent a prize-ok, akkor a prize-okra is mindegy. Egy másik, tehát önmagát mondta, hogy buffon, egy másik kalóznak egy plusz egyet ad. Nagyon, nagyon feltételes a maga a cucc, tehát hogy ahhoz nagyon nagyot kell szólnia a bármilyen lap visszaadós dolgok, mégis ugye itt van az overkill-es kalóz is, mint tudom én, ahhoz, hogy ez szerintem jó legyen. Tehát ez a buffolás, ez új a kalózoknál, de nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül frankó lesz. De ezt majd, ennek majd Lipton a megmondhatója. Promócionált tartalom. Hát egyébként lehet. Two-tone task, milyen szép alliteráció. Tehát miután meghalt öt kalóz, egy baráti pirációsodat bearanyozza örökre. Barátok, örökre. Tehát, hogy wow. Jó, jó. Ez tetszik. Nem biztos, hogy hasznos lesz amúgy, mert hogy ennek nagyon kell variálni a lényeit abból, hogy ki lehessen hozni. De mondjuk azt jelenti, hogy mondjuk az Elizádot be tudod aranyozni. Meg az Avenger-t, ez azért az erős. Meg amúgy ez nonsense, tehát hogy ez azt jelenteni, hogy na várjál. Matematikailag ez összejöhet? Tehát 7 lényed lehet lent. Akkor az azt jelenti, hogy neki kell utoljára meghalni, és akkor hajtódik csak végre ez a dolog. Mert ugye itt is another van, és itt two other van. Tehát, hogy ő önmagát nem aranyozza be. Ez így furának tűnik. Vagy az other működik úgy, hogy neki nem kell élnie akkor, amikor ez megtörténik. Tehát, hogyha ha Avenger van kint valami, akkor ez egy permanens kulcs szó, ha lent volt a játék elején. Ezt tudom még gondolni egyébként, ez még egy lehetőség. Na mindegy, Noisy Looter. Minden második körben egy véletlenszerű baráti lényt ad a kezünkbe. Wow. Hát akkor ez a kézbeadós dolgok, ezek így nagyon menni fognak. Én is adnék néha kézbe dolgokat. Jó, elementálok, Smogger, 3 manán, vagy hát 3 bármi, harmadik színből. Egy baráti elementálnak adjunk olyan statokat, ami megegyezik a Tavern tírünkkel. Ez jó egyébként, és ezt lehet pörgetni is. Mondjuk a ciklonra rátenném, vagy így bármire. És baráti elementálnak, tehát hogy ez jó. Valami hasonlót csinál ugye,
mint az üző, milyen elementál? A nevét se tudom, basszus. Olyan rég láttam. A hatos tíres elementál. Csak az ugye az nem Battle Cry, hanem a kijátszáskor történik meg. Dazzling Lightspawn. Rég láttunk Lightspawn-t, ugye csak a kollekciónkban. Azt mondja, elementál, hogy a Bob tavernjében lévő elementálok 1 plusz 1-et kapnak a játék végéig, hogyha meghal két lényünk. Ez egy érdekes buffolás. Játék további részében. De ez jó, ez egy nagyon érdekes buffolás, de tetszik. Recycling Rat. Na. Szóval miután kijátszottunk egy elementált, a következő refresh nullába kerül. Ilyen is volt ugye az egymanás, és neki nem volt feltétlenül, neki csak Battle Cry-ja volt, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül jó. Mert a negyedik körben nem egy ilyet szeretnél. Oké, jók a statok, meg minden, de ezt nem érzem erősnek őszintén. Aztán majd lehet, hogy nem lesz igazam. Master of Realities. Egy taunt, és miután egy baráti elementál statokot gyűjt, ő is gyűjt egy plusz egyet. Jó. Elég érdekes. Quillbore-ok. A Gem Spiller. Az, hogy miután egy baráti lény elveszi a Divine Shieldjét, gain a blood gem. Tehát, hogy szerez egy blood gemet. Ez a gain a blood gem, az azt jelenti, hogy ő önmagára gyűjti, tehát nem a mi kezünkbe adja. Oké. És neutrál. Mennyi neutrál van? Van egy pár. Na. Green Thumb. A budding Green Thumb. Azt mondja, hogy miután három lényünk meghalt, a szomszédos lényeknek 2 plusz 1-et ad permanensen. Izgalmas, jó. Watching Nessaton, azt mondja, miután meghalt három baráti lény, egy véletlenszerű Battlecry lényt ad a kezünkbe. Jó. És őt pedig nerfelték, tehát az Arm of Empire, tehát 4-5-ös volt, és most 4-4-es lett, oké. Eltávolított lények. Na és ez a fekete leves, amitől féltem. Tehát a Fendi Servant, tehát a Vulgar Homunculus, a Mikromachinát, a Merlob Tide Collar-t és a Dragonspawn Lutanit-et eltávolították. Teventier 2-ben eltávolították a Packleader-t, a Kindly Grandmother-t, a Steward of Time-ot, a Vexrider Tauvaglét, a South Sea Captain-t és a Torment Ritualist-ot. Oké, Teventier 3-ból az Arcane Assistant-ot, az Imgang Boss, az Infested Wolf-ot, az Iron Sensei-t, a Hungry Dragon-t, a Bloodseal Cannoneer-t, a Warden of Old-ot, a Crystal Weaver-t és a Torn Caller-t, tehát el fogják távolítani, nyilván ez, már mondtam, hogy ez egy jövőbeni patch, a 21.2-es. Eltávolítják a Teventier 4-ből a Sensei-t, a Hexring Mounder-t, a Junkbot-ot, a Toxfint, ugye, mondtam, hogy nem lesz rá szükség, a Herald of Flame-et, a Harbinger-t, a Bolvárt és a Security Rover-t. Teventier 5-ből a Sneeds-et, a Nothpagel Extreme Angler-t, a Seabreaker Goliath-t, az Ironhide-ot, a Mitraxot, Mal'Ganis-t, ugye, és a Faceless Tevengoart, és a Teventier 6-ból pedig a Tyrese 5 és a Lutenitet. Az öreg gárt. Hát, srácok, tényleg revamp. Tehát tényleg revamp. Úgyhogy újra kell tanulnunk a Battlegrounds-ot, az a helyzet. Goldrin nem megy ki. Én is arra váltam, hogy kimegy a Goldrin, de nem ment ki. Jó, ez az Avenge az egyébként nekem fura, de várjál, értelmezzük újra, mert van abban, lehet abban valami, amit mondasz. That does something after X Fenrir minions die. Ez a hivatalos definíció. De hogyha egy meghal, de ha kettő hal meg, akkor az valószínűleg az előtt, vagy pont akkor azért megtörtént az, hogy kettő halt meg, nem?
De szerintem egyébként ez megtörténik. Tehát, hogy újjuk ebben szerintem nincs igazat. Tehát szerintem az van, hogyha meghal két lény, akkor az egyes Avengers is meg le fog zajlani. Legalábbis ugyan logikus. Ha nem ez történik, akkor konkrétan agyon kell verni őket. Ergo két Goldrin lesz bent. Igen, én is ezt számoltam. Ez ilyen dupla Goldrines történet. Nekem így logikus, ahogy én írtam, de meglássuk. Hát én nagyon remélem, hogy nem ez lesz. Tehát, hogy a... Mert abban... Tehát én értem a Billizard logikát, de van olyan pillanat a végrehajtási folyamatban, amikor csak egy lényed halt meg. És hogy utána az esemény folyamban hal meg a következő. Nem? Nem? Meglátjuk. Meglátjuk. Szerintem azért az esemény folyamán eléggé kiszámítható lett a Blizzardnál a trigger, de azt hiszem így hívták a patchet azóta, úgyhogy ja, azóta szerintem ezzel így nincs különösebb gond. Azóta szerintem az esemény horizont, meg az esemény folyam az úgy konzisztens eléggé. Nagyon van, srácok, szerintem én viszont már ennyit szerettem volna. Van még bármi, amivel foglalkozni kell, és ami nem várhat mondjuk szerdáig. Jó, persze nyilván a baráti Battlegrounds meccsek, az ilyesmi, de most arra gondoltam, hogy így kell-e bármiről beszélni. Mert szerintem, hogyha nem, akkor nem tudom. Akkor megyünk át valakihez. Mikor jönnek a nerfek? Ezt nagyon jól lenne tudni. Ezt nem írták szerintem, de azt mondják, hogy tomorrow. Most ez azt jelenti, hogy ha a 30-án azt mondják, hogy holnap, az azt jelenti, hogy nálunk valószínűleg este 8 és hajna 3 között valahogy. Tehát ez lehetséges, hogy holnap még. Tehát holnap este 8 és januárt akarok mondani, de hogy szeptember reggel 6 között, szeptemberi reggel 6 között, valahogy ez a kettő között fog megtörténni, úgy gondolom. Ja. Ja, de hogy a pecskort tudjuk meg nyilván. Na, srácok, szerintem ennyit akartam.